Telek Mihályné következik, a két egyházi idősek klubja tagja. Radnóti Miklós, 7. ekloga. Látod-e esteledik, s a szöges dróttal bevont vaddolt kerítés, barak, oly lebegő, felszívja az este. Rabságunk keretét elereszti a lassú tekintet, és csak az ész, azt tudja a drót feszülését. Látod-e, drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon horkolva repülnek a foglyok Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj, ó, megvan-e még az az otthon? Bomba sem érte talán, s van, mint amikor bevonultunk. És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatére. Mond, van-e ott haza még, ahol értik e hexametert is? Ékezetek nélkül sort sor alá tapogatva, úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogy élek. Vaksin hernyóként arra szolgatván a papíron. Zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a láger őrei, s posta se jön. Kötszáll-e csupán barakunkra. Rémhírek és férgek közt él itt francia, lengyel, hangos olasz, szakadás szerb, méla zsidó a hegyekben. Szétdarabolt, lázas test, s mégis egy életet él itt. Jó hírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsod. Várja a véget, a sűrű homályba bukód, a csodákat. Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat. A bolhákos roma megújul, de a légsereg elnyugodott már. Este van. Egy nappal rövidebb lást újra a fogság, és egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a hold, s fényében a drótok újra feszülnek, s látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya lépdel az éjszaka hangjai közben. Alszik a tábor. Látod-e, drága? Suhognak az álmok. Horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik, fénylik az arca. Csak én ülök ébren. Félig szív cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett, és nem jön az álom, az enyhet adó. Mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár. Lágerhelyen aludt, Zagubica fölött a hegyekben, 1944. július. Köszönöm.